Üres jelen pillanatban a Tolna megyei önkormányzat szexádi központi épülete. Az itt dolgozók megfogadták az ajánlásokat, és otthon maradtak. A munka mégsem állt meg. Számos települési és megyei projekt, illetve fejlesztés folyamatban van, ezért teljes állományban dolgozik a hivatal is. Zajlik az élet, és dolgozunk. Alapvető célunk, hogy ne veszítsenek a Tolna megyei emberek sokat ezzel a járványjal. Éppen ezért minden egyes olyan projektet, amely aktualitását éri el, azt megpróbáljuk végre, végrehajtani közösen az önkormányzatokkal. TOLNA 109 néven egy új koncepció is megfogalmazódott az önkormányzatnál. Úgy látják, hogy a 109 TOLNA megyei település 60-65%-a aktívan részt vesz a megye közéletében, fejlesztésében. Most azt szeretnék elérni, hogy ez az arány közelítse a 100%-ot. Ez azért fontos, mert aki ebből kimarad, lehet, hogy a fejlesztési információkból is kimarad, és nem biztos, hogy odaérnek arra a határidőre, amire majd oda kell érni. Úgy tudjuk, hogy a kormányzat ismét szerepet kíván adni a megyéknek a következő időszakok fejlesztési elképzeléseiben. Nekünk készen kell arra állni, hogy X településen legyen meg az elképzelés, hogy oda óvodát szeretnének építeni, vagy az iskolát szeretnék bővíteni, vagy a település vízellátását, szennyvízellátását, vagy, vagy egyéb más jellegű közszéliait fogalmazzák meg, és hogyha sikerül, akkor azt gondolom, hogy mi felkészültünk arra, hogy tolna megye tovább fejlődjön. Számos a megyei önkormányzat által tavaszra nyárra tervezett rendezvény elmaradta a koronavírus miatt. A fiataloknak szóló értékvetélkedőt nem lehetett megtartani, és elmarad a júniusi tolna megyei értékek napja is. A szeptember 1-ye nap sorsa még kérdéses, az viszont biztos, hogy a kitüntető díjakat idén is odaítélik a megyeért tevékenykedő embereknek.